Újabb jégeső. A szélsőséges időjárás főleg a mezőgazdaságban rongált tegnap délután. Van olyan Mátészalka környéki terület, ahol az alma 70%-a tönkrement. Fontos a megelőzés. A feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban történik a legtöbb munkahelyi baleset. A megyében ez évben eddig 531 ilyen eset volt. Intézményi felújítások Nyíregyházán. A tanévkezdés előtt a közoktatási intézmények újulnak meg, szigetelést, új homlokzatot kapnak, több épületben vizes blokkokat is cserélnek. Égeső okozott károkat több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen is tegnap délután. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A szélsőséges időjárás főleg a mezőgazdaságban rongált. Van olyan Mátészalka környéki terület, ahol az alma 70%-a tönkrement. Kékcsén is jég esett, az ott lakók elmondása szerint hirtelen csapott le a vihar. Nem csak az útmenti pocsolya jelzi, hogy vihar volt tegnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Jégeső okozott károkat itt Kékcsén is. Dankó Bertalan ezeket a diónyi nagyságú jégszemeket tegnap délután szedte össze a kertjében, fagyasztójából kivéve mutatta meg stábunknak. Az ország nyugati és keleti felében is elsőfokú figyelmeztetés volt érvényben tegnap a szélsőséges időjárás miatt, és ahogy sok más településen, itt is hirtelen érkezett a vihar. A 3 óra tárnyékában hirtelen feljött eső jéggel, vagy jég, száraz jég, és utána jött eső, szétvert a szőlőt, meg sok helyen redőnyöket, szigeteléseket. Hát szerintem Palát nem igen bántotta, de nem tudom. Nem sokkal később, 4:30-kor Mátészalkára is elért a jégeső. Ebben a gazdaságban körülbelül 1200 mázsa alma van a fákon, közel 70%-át érte kár. Főleg a gyümölcsöket érte a jégeső, így az étkezési almából végül léalma lesz. Biztosítása nincs a gazdának, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal kárenyhítési alapjának segítségére számíthat, amit a jégkár bejelentése után kaphat meg. A hétfő délutáni időjárás miatt itt a szüretet is hamarabb kell kezdeni. Figyelni fogjuk a gyümölcsöt, és hogyha látjuk, amit úgy gondolunk, hogy egészséges maradt, azokat figyeljük, és hogyha azt is kár érte, akkor ott is meg kell kezdeni a szedést, akkor abból se étkezési alma lesz. A korai gála alma szedését csak 2 hét múlva kezdték volna itt Mátészalkán. Előzetes becslések alapján az idei bevétel csupán harmada lesz a várt összegnek. A pontos kár csak napokon belül derül ki, de akár a jelenlegitől is rosszabb lehet a végleges helyzet. A gyümölcs levet és annak a minőségét nem befolyásolja, mert ugye ott darálják, a rothatalmát a léüzemek se veszik be, tehát oda nem lehet vinni a rothatalmát, az akkor 100%-os kár. Az utakra borult fákat takarították Mátészalkán kedd délelőtt. A jégesővel szélvihar is érkezett, ami több fát is kicsavart. Hétfőn 20 alkalommal riasztották a katasztrófa védelmet, amelynek szakemberei a tűzoltósággal és az önkormányzat segítségével már akár nagy részét elhárították délutánra. A fa, amelyek kiborultak, épületekben is okoztak kárt, illetve volt olyan eset, ahogy a vasúti sínre borult, és így értelemszerűen akadályozták a vasúti közlekedést, közútra borult fa. Szóval elég nagy felbojdulás volt tegnap a városban ebből kifolyólag, de a katasztrófavédelem is, a mi munkatársaink a mai nap folyamán elhárítják azokat a károkat, amelyeket a tegnapi vihar okozott, illetve hát ezúton is szeretném fölhívni a lakosaink figyelmét is, hogy nagyon sok fában okozott a vihar olyan kárt, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon megsérültek az ágak. Ezeket a fákat munkatársaim körbe szallagozták, és figyelmeztető táblákat helyeztek el. A jégeső az érintett településeken főleg a mezőgazdaságban okozott jelentős károkat. Július végén hasonló időjárás volt az észak-alföldi területeken is. A hétfő délutáni azonban ettől jelentősen enyhébb volt. A feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban történik a legtöbb munkahelyi baleset. Ebben az évben ez idáig több mint 10 000 ilyen eset volt országos viszonylatban. A megyében 531, ebből volt halállal végződő is. A cégeknek kötelező a kockázatfelmérés és a munkavédelmi oktatás, valamint a munkaeszközök biztonságának a felülvizsgálata. Gépi forgácsolással, gépelemek gyártásával foglalkozik ez a nyíregyházi cég. Közel 20 éve működik a vállalkozás, ahol komoly, életveszélyesnek minősülő baleset nem történt.
A gyártásban 10-12 fő dolgozik, tehát létszámát tekintve kisvállalkozást működtetnek. Mégis fontosnak tartják, hogy állandó munkavédelmi szakember felügyelje az üzemi munkavégzést. Ezek a gépek, mint minden forgó, mozgó gépeknél baleseti lehetőség van. Itt gyakorlatilag a megfelelő oktatással ezeket, vagy pedig technológiával ki lehet küszöbölni. Vagy pedig a dolgozónak a figyelmét, ha egy munkát megkap, fel kell hívni, hogy milyen baleseti forrás keletkezhet, és erre figyeljen oda. A forgácsolásnál a fém könnyen a szembe kerülhet, valamint a munkavégzés közben a nyitott gépeknél vigyázni kell, nehogy a láb is megsérüljön. Munkaruha, bakancs használata kötelező. Más, speciális védőfelszerelés itt nem szükséges, nem úgy az építőiparban, ahol a munkahelyi balesetek 35%-a fordul elő, és magas a halálos balesetek aránya is. A másik ilyen szektor a mezőgazdaság, ahol szintén a gépekkel való munkavégzésre kell odafigyelni. A baleseteknek az öme a munkaeszközök használata közben következik. Egyik jelentős szigorítás benne, hogy előírták, hogy minden munkáltatónak kötelező egy megbízott személyt megbízni. Ennek nem kell munkavédelmi végzettséggel rendelkezzen egy jó szakember, akinek a feladata a munkaeszközök rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzése, hogy a dolgozók azt biztonságosan tudják használni. A megyében 4000 munkavállalót ellenőriztek a munkaügyi felügyelők ebben az évben. 95%-uknál tártak fel valamilyen hiányosságot, szabálytalanságot. Sok a baleset a gyors munkavégzés miatt is, mondja a szakember. Határidőket kell betartani, a másik meg, ami szintén egy fontos veszélyforrás, a monoton munkavégzés, amikor 8 órán keresztül egy dolgozó ugyanazt a munkafázist végzi, és természetesen, hogy elfárad, és nem figyel oda a biztonságra. Ebben az évben ez idáig 10000-nél is több munkahelyi baleset történt országos viszonylatban. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében tavaly 900 baleset volt, ebben az évben több mint 500. A 20 fő feletti cégeknek kötelező munkavédelmi szakembert fogadniuk, illetve a baleseteket minden esetben be kell jelenteni. Árokba sodródott, majd fának csapódott egy kis teherautó tegnap délután a 471-es számú főútvonalon Mátészalka és Nyírmegyes között. A balesetet feltehetően az okozta, hogy a vizes útburkolaton megcsúszott a jármű. A kisteherautóban hárman utaztak, őket a tűzoltók szabadították ki, majd a mentők súlyos sérülésekkel szállították őket a Mátészalkai kórházba. A helyszínelés idején teljes volt az útzár, ami jelentős fennakadást okozott a közlekedésben. $400 millió költ a nyíregyházi önkormányzat intézményeinek korszerűsítésére. A felújításokkal korszerű és energetikai szempontból is modern közintézményekké válnak az iskolák, óvodák. A tanév kezdés előtt a közoktatási intézmények újulnak meg, szigetelést, új homlokzatot kapnak, több épületben vizes blokkokat is cserélnek. Felújítják a szőlőskerti iskolát. Ezen a képen látható, hogy milyen lesz, ha elkészül még a tanévkezdés előtt. Az iskola melletti óvoda pedig már megújult. A nyíregyházi önkormányzat idén nyáron több oktatási intézmény rekonstrukciójáról is gondoskodik. Őrcsödék, általános iskolák, óvodák és egyéb intézmények több mint $400 millió költünk felújításra, és nagyon fontos, hogy a köznevelési intézményeket nyáron újítjuk fel, hogy ne zavarja az évközbeni pedagógiai munkát. Mindenképpen fontos, és a két említett intézménynél is ez történt, a homlokzati felújítás, peregavakolat, lehullék, szigetelés, tehát a balesetveszély megelőzése érdekében erre nagyon odafigyelünk. Az évközben feltárt hiányosságokat pótolják a nyári felújításokkal. Vizes blokkokat, burkolatokat cserélnek, sok helyen a homlokzati nyilászárókat is kicserélik. Olyan beruházásokat végeznek, amellyel az intézmények rezsije is csökkenthető. Minden esetben a komplex felújítások homlokzati nyilászáró cserékkel járnak együtt, és szigeteléssel, tehát külső homlokzati szigetelést elvégezzük, hiszen a működtetés során nagyon nagy az energetikai költségek, és enélkül ma már gyakorlatilag felújítás elképzelhetetlen. És célul tűztük ki, hogy Nyíregyházán ne legyen olyan közintézmény, amely nem korszerű és nem energetikusan működik. Ezért fontos számunkra, hogy a még meglévő 6 óvoda, amely nem lekapott komplet felújítást, szintén nyilászáró csere és szigetelés, ahol ez még nem történt meg. Tehát ez első rendű cél Nyíregyházán.
Az önkormányzat saját forrásból költ az intézményekre, játszóterek szabványosítására pedig összesen 30 millió forintot terveztek. Fontos, hogy az intézmények udvarain, de a közterületeken is biztonságos és jó minőségű játszóelemekkel játszanak a gyerekek. Emeli bruttó 2 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült az MTI. Az emeléssel a benzin és a gázolaj átlagára is 326-327 forintra nő. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára is bruttó 3-3 forinttal emelkedett. Az autósoknak érdemes figyelni, mert akár 15-25 forintos különbségeket is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Ingyenes komoly zenei koncerteket és tánc előadásokat is kínál egy nyíregyházi egyesület a következő hónapokban. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Balkán nyerte az újoncok csatáját a labdarúgó megyei első osztály nyitó fordulójában. Mirgai László együttese 4-1-re győzött Vásárosnaményban. A harmadik újonc a Rakamaz vereséggel kezdett, és kikapott a legutóbbi bajnok Ibrány is. Több mint 60-an neveztek a második alkalommal megrendezett Sóstó Kupa strandbirkózó versenyre. A Nyírsport ESE által szervezett tornán homokborítású küzdőtéren mérkőztek meg egymással a versenyzők. Ingyenes komoly zenei koncerteket és tánc előadásokat is kínál egy nyíregyházi egyesület a következő hónapokban. A Kultúra rejtett arcai című programsorozat Nyíregyházán és Baktaló Rendházán várja az igényes zene és a kortárs tánc szerelmeseit. Többek között a tánc virtuózként emlegetett Fehér Ferencet, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Vikár Sándor Zeneiskola közös zenekarának előadását láthatják, hallhatják majd a színpadon az érdeklődők. Kis Benedek Máté július 1-én a Weekend című műsor vendégeként játszott stúdiónkban. A fiatal furulyás az egyik komoly zenei tehetségkutató felfedezettje. Kis Benedek Máté hamarosan ingyenes koncertet ad Baktaló Rendházán. A szervező egy nyíregyházi egyesület, Csobó Péterék már harmadik alkalommal hívnak életre kulturális programot. Kultúra rejtett arcai címet viseli az előadás sorozat, egy programsorozat. 10 program elemet tervezünk, jó részt Nyíregyházán, de lesznek Baktaló Rendházán is előadások. Nagyobb részben komoly zenei koncertsorozatról van szó, és 3 alkalommal kortárs tánc előadásokról. Nyíregyházán a Vikár Zeneiskola előadó termében, a Kodály iskolának a termében lesznek koncertjeink, és a Színház kamaratermében lesznek a tánc előadások. Baktaló Rendházán pedig a református templomban és a művelődési házban. A tánc virtuózként emlegetett Fehér Ferencet, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Vikár Sándor Zeneiskola közös zenekarának előadását is láthatják, hallhatják majd színpadon az érdeklődők, tette hozzá a szervező egyesület elnöke. Azt szeretnénk, hogy fiatal előadó művészek, táncművészek és fiatal komoly zenei előadók jöjjenek Nyíregyházára, illetve Baktaló Rendházára, és elvigyük a fiatalokhoz ezeket a programokat. Az a tapasztalatunk, hogy én korosztályom, mondhatom azt, hogy a középkorosztály és a tőlem idősebbek örömmel járnak komoly zenei programokra, de a fiatalok valahogy hiányoznak, és szeretnénk, ha ők is eljönnének ezekre a programokra. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy kezdünk egy jazz programmal. A jazz koncert is ingyenes lesz Nyíregyháza egyik belvárosi kávézójában. A részleteket és további programokat az egyesület internetes felületein lehet elérni. A Balkán nyerte az újoncok csatáját a labdarúgó megyei első osztály nyitó fordulójában. Mirgai László együttese 4-1-re győzött Vásárosnaményban. A harmadik újonc a Rakamaz vereséggel kezdett, és kikapott a legutóbbi bajnok Ibrány is.
A megyei első osztály nyitófordulójában Szakolyban láthatták a legtöbb gólt, szám szerint hetet a nézők, a hazaiak ugyanis 4-3-ra verték a Mándokot. 5 gól született Gyulaházán, ahonnan a tiszavasvári távozott 3-2-es sikerrel. Idegenbeli győzelem volt Baktalórendházán, ahol 3-0-ra nyert a Nyírgyulaj, és Rakamazon is, ahonnan a Tuzsér vitt el a 3 pontot 1-0-ás sikerével. A legutóbbi bajnok Ibrány 4-0-ás vereséget szenvedett Nagyecseden, a Nagyhalász 2-0-ra verte a Máté Szalkát, a Fehérgyarmat Sényű találkozó pedig 1-1-es döntetlennél zárult. Az újoncok csatáját a Balkán nyerte, Mirgai László együttese 4-1-re győzött Vásáros Naminban. Rosszul kezdődött a mérkőzés, eleve 5. percben a mentő elszállította Iván Zsoltot, ő meghatározó ott a szélén nekünk, és utána pedig kaptunk egy gólt, aztán hál' Istennek sikerült kiegyenlíteni, és a második fél időben ők kaptak egy 11-est, kihagyták, mi is kaptunk egy 11-es, berúgtuk, és aztán utána kék támadott a hazai csapat, és onnantól kezdve már rengeteg helyzetünk volt, és jöttek a gólok is. A második forduló párosítása a következő, Mándok Gyulaháza, Balkány Fehérgyarmat, Sényű Rakamaz, Tuzsér Szakoly, Nyírgyulaj Vásáros Namény, Tiszavasvári Nagyhalász, Máté Szalka Nagyecsed és Ibrány Baktalórendháza. Több mint 60-an neveztek a második alkalommal megrendezett Sóstó Kupa strandbirkózó versenyre. A Nyílsport ESE által szervezett tornán homokborítású küzdőtéren mérkőztek meg egymással a versenyzők. Jó néhány sportágnak rendkívül népszerű a strandon űzött változata, elég, ha csak a röplabdát, a focit vagy a kézilabdát említjük. A birkózás még csak bontogatja szárnyait a szabadtéren, ettől függetlenül a sóstói strandon már második alkalommal mérhették össze tudásukat igazolt versenyzők is alkalmi vállalkozók. A strandbirkózás azért kezdte el az egyesületünk népszerűsíteni, mert a hagyományőrzés, a birkózással foglalkozunk elsősorban, és a hagyományőrzés címszó alatt szeretnénk a ősi magyar öbbirkózáshoz nagyon hasonló szabályrendszerű strandbirkózással hagyományt is őrizni. Meghívottak azok egyesületektől is történtek, ugye például a Hajdunánás, aztán a Kazincbarcikai, tehát északról és délről is gyakorlatilag hívtunk meg egyesületeket, valamint ugye nyílt a verseny, tehát bárki itt a strandon is, az előbb jött két fiatal fiú, valamint a itteni szlovák üdülők közül is jó páran beneveztek erre a versenyre. A 12 éves Hegedűs Attila Patrik a helyszínen kapott kedvet ahhoz, hogy kipróbálja az egyik legeredményesebb magyar sportág homokon űzött változatát. A barátommal csak focizni jöttünk ide, de láttuk, hogy itt van ez a birkózás, és gondoltunk, jelentkezünk. Én 3-szor mentem ilyen bajnokság, vagy nem tudom, hogy mondjam. Egyszer nyertem, és 2-szer kikaptam. Aztán kihívásos versenybe kihívtam egy fiút. 2-szer nyertem. Kihívtam egy fiút, és ellene vesztettem, de gondolom már kifáradtam, és ezért. Amúgy szerintem ez a nap tök jó, bár egy kicsit korán kellett kelni, de ez a nap legjobb része, mert éreztem, hogy nyerhetek, meg hogy legalább tudom már, hogy milyen erős vagyok, úgymond. A versenyen végül több mint 60-an indultak, és 10 kategóriában osztottak ki érmeket a szervezők. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Jégeső okozott károkat több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen is tegnap délután. A szélsőséges időjárás főleg a mezőgazdaságban rongált. Van olyan Máté Szalka környéki terület, ahol az alma 70%-a tönkrement. Kékcsén is jégesett, az ott lakók elmondása szerint hirtelen csapott le a vihar. A feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban történik a legtöbb munkahelyi baleset. Ebben az évben ez idáig több mint 10 000 ilyen eset volt országos viszonylatban. A megyében 531, ebből volt halállal végződő is. A cégeknek kötelező a kockázatfelmérés és a munkavédelmi oktatás, valamint a munkaeszközök biztonságának a felülvizsgálata. 400 millió forintot költ a nyíregyházi önkormányzat intézményeinek korszerűsítésére. A felújításokkal korszerű és energetikai szempontból is modern közintézményekké válnak az iskolák, óvodák. A tanév kezdés előtt a közoktatási intézmények újulnak meg, szigetelést, új homlokzatot kapnak, több épületben vizes blokkokat is cserélnek.
A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 16-án kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre számíthatunk esővel. Szerda estig a Kárpát-medence időjárását egy közeledő magassági hideg légörvény határozza meg. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor, zivatar egyaránt várható, a változó irányú szél időnként megélénkül, reggel általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte sok lesz a felhő, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és pár órás napsütés is valószínű, záporok, zivatarok azonban várhatók. A változó irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében erősödik meg átmenetileg. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. A hét második felében változóan felhős időre van kilátás szorványosan előforduló záporokkal, de térségünkben számottevő csapadék nem valószínű. Vasárnap a nap második felében egy hidegfront érkezik, és okoz többfelé záporokat, akár heves zivatarokat. A jövő hét első felében várhatóan már csak időnként zavarják felhők a napsütést, és kicsi a csapadék esélye is.